Sziasztok! A mai videóban szeretném megmutatni nektek, hogy milyen termékeket használtam el az elmúlt jó néhány hétben. Ha jól emlékszem, elég régen volt már ilyen videó, és nagyon sok üres flakon összegyűlt. Mindenről szeretném röviden megosztani veletek a véleményemet is, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, hanem vágjunk bele. Kiszedtem külön a tusfürdőket, mert abból elég sok van. Van itt néhány mini The Body Shop tusfürdő. Az egyik ez a cukormázas alma, van egy moringás, illetve egy virgin mojítós. Ezeket akkor használtam, amikor edzőteremben jártam edzeni, és mindig ilyen kis mini tusfürdőket vittem magammal. Mindháromnak az illatát nagyon szeretem, meg úgy általánosságban a Body Shop tusfürdőket is szeretem. Aztán van itt három olyan tusfürdő, amiről igazából nem nagyon tudok véleményt mondani. Úgy el voltam velük, tehát nem voltam oda különösebben ért, ugye nem is utáltam őket. Kellemes illatuk volt. Az egyik ez a Palmolive Aroma Sensation So Sweet, ez rooibos, tea, rózsa és mandula illatú. Egy másik Palmolive, ez a So Relaxed Anti-Stress tusfürdő. Illetve ez a Fa Romantic Moments Cashmere and White Rose. Szóval ezekkel úgy el voltam, de mondom, igazából semmi extra, valószínűleg nem is fogom őket újra venni. Bár én igazából tusfürdőből ritkán veszek egyet többször, mert hogy ilyen teljesen random választom ki, hogy éppen milyen tusfürdőt veszek, ami éppen megtetszik. Viszont a következő hármat, azt nagyon szerettem, ezek is még tusfürdők. Az egyik az a Balea Fruit and Roll cukersnúte tusfürdő, ami egy karácsonyi limitált csomagban volt benne. Citromos, túrós, süti illatú tusfürdő. Úgyhogy igazából ennek az illata volt az, amit nagyon szerettem, mert konkrétan összefutott a nyál a számon, amikor ezzel zuhanyoztam. Szintén nagyon szerettem a The Body Shop havas szilva tusfürdőt. Ez most karácsonykor volt egy ilyen limitált kollekció, szerintem már nem is lehet kapni. Én nagyon bízom benne, hogy ez lesz jövőre is, mert nekem nagyon tetszett ez az illat. Nem az a klasszikus gyümölcsös szilva illat, inkább egy kicsit ilyen cukros, édeskés szilva, de én egyszerűen imádtam, és ez a tusfürdő ez számomra tökéletes volt. Nagyon szerettem még a Baba körte és barackvirág illatú tusfürdőjét, aminek olyan igazi körtés, barackos, nagyon-nagyon finom illata van. Ez mondjuk talán kevésbé ilyen télies tusfürdő, de én egyszerűen mégis imádtam ezzel zuhanyozni. Menjünk akkor tovább, igazából egy random nyúlkálok bele a szatyomba, és ami a kezembe kerül, azt így mondom. Itt van ez a Palmolive Magic Softness, ez egy ilyen hab kézmosó szappan, tudjátok, kinyomjátok a pumpával, és hab jön ki a kezetekbe, tehát egy hab szappan gyakorlatilag. Ez egy hármas karácsonyi szedben volt benne, ezt önállóan nem is lehet kapni a DM-ben, hogyha jól láttam, viszont a Müllerben igen, és ott többféle illat is van belőle. Tényleg nagyon jó pofa, hogy egy ilyen hab jön ki belőle, és azzal tudsz kezet mosni, és ennek nagyon jó illata is volt, ez ilyen valami málnás, viszont baromira szállította a kezemet, úgyhogy alig vártam, hogy elfogjon. Elhasználtam még egy Nivea a zuhanyzás közbeni testápolót is, ez a hidratáló, normál bőrre való verzió, amiben tengeri ásványok vannak. A lustább napjaimon nagyon szeretem használni ezeket a zuhanyzás közbeni testápolókat, gyors és praktikus a használata, és nagyon jól hidratál, és én használtam egyébként még a sötétkék verziót, és az még jobban hidratált. Nagyon szeretem őket, viszont láttam, hogy a Baleának is van ilyen, és az valószínűleg olcsóbb is, úgyhogy legközelebb szerintem egy olyat fogok kipróbálni. A következő az a Garnier Body Oil Beauty négyféle olajat tartalmazó testradírja. Én imádtam ezt a testradírt. Ez egy kicsit durvább, mint amiket én szoktam használni, szóval aki szereti az ilyen igazán erőteljes és intenzív radírozást, annak érdemes ezt kipróbálnia. Olyan szinten isteni, luxus illata volt, hogy még most is érezni, úristen, nagyon szeretem, és van egy hozzátartozó testápoló is, amit szintén nagyon imádok. Most nem fogom ezt újra venni, mert hogy vannak más bőrradíraim, amiket nagyon szeretek, de ez egyébként tényleg egy nagyon jó testradír. Nem habzik, tehát ez nem az a habzó testradír, hanem ezzel tényleg olyan jó alaposan le tudod radírozni a bőrödet, és mivel olajos, így nagyon jól táplál is, úgyhogy én ezt tényleg nagyon tudom ajánlani, hogy próbáljátok ki. A következő az egy sampon és balzsam lesz, szintén a Garnier-től. Ez a Szépség Rituálé argán olajjal és kamélia olajjal, száraz durva hajra, tehát ez a sampon és balzsam. Nagyon sokan kérdeztétek tőlem az előző videómnál is, illetve a korábbi videómnál is, hogy milyen hajápolókat használok, mert hogy olyan szép fényes a hajam, és ez volt az egyik sampon, amit használtam mostanában, és egyszerűen imádtam, mert hogy annyira szép, puha,
fényes, bársonyos, selymes tapintású lett tőle a hajam, hogy egyszerűen imádom. És ezeknek egyébként nagyon intenzív illata van, konkrétan még a hajszárítás után is szoktam érezni, pedig ugye a hajmosás után én még szoktam használni egyéb termékeket is, de ezt mindig éreztem még az egész hajrituálémnak a végén is, és amit szintén tudok még ajánlani száraz, károsodott, fénytelen hajra, az a Pantene Intenzív Dripper sampon, illetve balzsam. Nagyon jól ápol, szépen rendbe teszi a hajat, bársonyos lesz tőle, fényes. Mondjuk azt nem tudom, hogy károsodást ténylegesen mennyire állítja helyre, de ugye a hajamnak az összképe szebb lett ettől a sampontól és balzsamtól is, úgyhogy ez is egy nagyon jó termék. Most egyébként se ezt a Pantene, se ezt a Garniert nem fogom újra venni, mert van egy csomó másik samponom, amit szeretnék elhasználni, de valószínűleg későbbiekben ezek még azért elő fognak kerülni nálam. Az all time favorite samponjaim egyike a következő, ez a Schwarzkopf BC Bonacure Hair Therapy Oil Miracle Rose Oil sampon, ami egy csoda. Komolyan mondom, hogy ez a sampon csodákat művelt a hajammal. Kicsit ilyen sűrű, szinte már-már géles állaga van, és isteni finom rózsaillatú, úristen, annyira jó rózsaillata van, hogy megőrülök érte, bár olyan nagyon sokáig egyébként nem lehetett érezni a hajon, de nem is az illata a lényeg, hanem amit a hajammal művelt, egyszerűen gyönyörű volt utána a hajam, egészséges, fényes, bársonyos, jó volt hozzáérni. Úgy láttam, hogy az iParfümérián lehet ilyen Schwarzkopf professional termékeket kapni, hogyha valaki esetleg nem jut el ilyen Schwarzkopf professional termékeket árusító szalom, úgyhogy érdemes körbenézni. Jöjjön akkor néhány dezodor. Az egyik, amit elhasználtam, az a Rexona Woman Maximum Protection Clean Scent 48 órás dezodor. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a dezodor nagyon hardcore, egyszerűen brutális, amit csinál, konkrétan csontszáraz tőle a hónalja, már egyébként ijesztő, hogy mennyire gátolja az izzadást, szerintem ez már nem is feltétlenül egészséges, úgyhogy én ezt csak akkor használtam, amikor edzettem. Egyébként ez ilyen krém dezodor, tekerős. A másik kettő, amit elhasználtam, azok pedig ilyen fújós deók. Az egyik az a Fa Fresh and Dry 48 órás zöldás dezodor. Ennek az illatát nagyon szerettem, mert ilyen nagyon-nagyon frissítő illata volt, és ez nekem nagyon tetszett. Ez nem olyan durva izzadásgátló hatású, mint az előző Rexona, de én ezt nagyon szerettem. A másik, amit viszont kevésbé szerettem, az a Balea Fresh Air Flirt ilyen csillaggyümölcs és íriszes dezodor. Ez nekem nem nagyon csinált igazából sok mindent, tehát tényleg nagyon kellemes illata volt, hasonló, mint az előző fa dezodornak, de én úgy éreztem, hogy szinte semmit nem véd az izzadás ellen. Mielőtt rátérünk a sminkekre, van néhány dolog, például itt van kettő kézkrém. Az egyik az a The Body Shop Honey Mania kis 30 ml-es kézkréme. A Honey Mania termékcsaládot imádom, mert szerintem isteni, virágos, mézes illatuk van. Az egyik legnagyobb kedvencem a The Body Shop illatok közül. Az ágyam mellett tartottam, mindig estére bekentem vele a kezem, és nagyon puha és hidratált lett tőle a bőröm, úgyhogy igazából imádom ezeket a Body Shop kézkrémeket, szóval most is van egyébként egy havas szilvás, illetve van még a British Rose is, úgyhogy van belőle utánpótlás. A másik pedig, amit elhasználtam, az az Essence 24 órás vanília és fahéjas bőrápoló kézkrém. Ez egy sűrű kézkrém, mint az előbb bemutatott The Body Shop-os, szóval ennek azért több idő kellett, hogy beszívja a bőröm, úgyhogy ezt is inkább itthon használtam meg este, amikor azért úgy több ideje volt, hogy jó mélyen táplálja a bőrömet, de egyébként én szeretem az Essence kézkrémeket, és most is van egy, talán nem is tudom, hogy cseresznyés, vagy valami hasonló. Kell-e bármit mondanom, amikor ezt a két terméket megmutatom nektek? Akik már régebb óta követnek, azoknak valószínűleg nem, mert hogy nagyon régóta használom őket, benne voltak az édes kedvenceimben. A 2015-ös kedvenceim között is bent volt ez a Garnier Essential Sensitive Nyugtató Tonic Vitaminnal, illetve a Garnier micellás víz érzékeny bőre. Mindkettőt imádom, most is ezeket használom, nagyon meg vagyok velük elégedve, nagyon szeretem őket, és biztos, hogy továbbra is használni fogom őket. Jöjjön két fogkrém is, az egyiket annyira nem szerettem, ez a Signal White Now Eye School Mint fehérítő fogkrém, de tudjátok, ez az optikai fehérítő,
kettő, amit én nagyon-nagyon nem szeretek, sötétkék színe és habja van, és ettől ugye optikailag fehérebbnek tűnnek a fogak fogmosás után, de ez ugye csak egy ideiglenes állapot, tehát néhány óra után elillan, úgyhogy én ezért különösebben nem vagyok oda. Viszont amit nagyon szerettem, az a Himalaya Herbals Sparkling White fehérítő fogkrém, és ez ténylegesen fehérít, tehát ez nem csak optikailag fehérít, hanem ez azt írja, hogy két hét után fehérebbek lesznek a fogak, tényleg hosszú távon is fehérít, nagyon szeretem, nincs az a nagyon durva, nagyon brutális mentolíze, imádom ezt a fogkrémet. Van itt egy parfüm is, ez a Giorgio Armani Acqua di Gioia Eau Fraîche, amit én leginkább nyáron használtam, mert egy ilyen nagyon könnyű, nagyon friss illat, egyáltalán nem nehéz, hétköznapra, nyárra, meleg napokra tökéletes, vagy akik nem szeretik az ilyen nagyon nehéz, nagyon fűszeres illatokat, azoknak érdemes ezt megszabolni. És most már csak sminktermékek, vagy sminkeléshez kapcsolódó termékek vannak hátra. Az egyik az a MAC 30 darabos sminklemosó kendője, még a megküldte nekem nyáron, és az a helyzet, hogy nagyon szerettem ezt a sminklemosó kendőt, én már próbáltam többfélét is, de egyiket sem kedveltem meg igazán, mert valahogy vagy nem voltak elég nedvesek, vagy nem távolították el rendesen a sminket, vagy hagytak valami furcsa érzést maguk után az arcbőrömön, de ez nekem nagyon bejött. Én olyan esetekben szoktam ilyen sminklemosó kendőt használni, amikor nagyon gyorsan akarom lemosni a sminkemet, és nincs időm vacakolni, hogy külön a szemsmink, aztán az arc, meg mit tudom én, hanem csak gyorsan lemosom, és már mehetek is. Szóval nem használok rendszeresen ilyen sminklemosó kendőket, de néha azért jól jönnek, és ezt a MAC-eset nagyon szerettem. Van itt egy Alverde sminkfixáló spray is, ami biztos, hogy volt egy antikedvences videómban, erre határozottan emlékszem, és nagy nehezen, nagy kínok árán elhasználtam, de nagyon-nagyon nem szerettem, mert iszonyatosan büdös szaga volt, tehát konkrétan fuldokoltam tőle, amikor sminkelés végén ráfújtam az arcomra, úgyhogy tutira nem fogok újat venni belőle, viszont hogyha van valami jó tippetek ilyen sminkfixáló sprayre, akkor légy szíves, írjátok meg. A következő az kettő szempilla spirál, az egyikről igazából már szinte teljesen lekopott a felirat, de ezt tudom, hogy a Flormának volt az X10 Sculpting szempilla spirálja, hogyha jól emlékszem, valami ilyesmi neve volt, de majd megpróbálom megkeresni, és a videó alatti leírásba beteszem. Imádtam ezt a szempilla spirált, mert gyönyörű szempillákat csinál. Ennek ilyen hagyományos szőrkeféje van. Dúsított, ívelt, egyszerűen zseniális volt ez a szempilla spirál. Nem fogok venni belőle, mert iszonyatosan sok szempilla spirálom van, de megjegyeztem a nevét, mert hát ha majd még a későbbiekben aztán visszatérek ehhez. Illetve nagyon szerettem a Max Factor Velvet Volume False Lash Effect szempilla spirált is. Ez is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó szempilla spirál. Ennek szilikon keféje van. Ami ilyen negatívum lehet, az az, hogy néha úgy éreztem, hogy ez a szilikon sörte, tudjátok, hogy odailleztem a szempillák tövéhez, néha úgy éreztem, hogy így megszúrja a szemhéjamat, és egy kicsit ilyen fájdalmas érzés volt, szóval óvatosan kell vele bánni, de amúgy viszont nekem gyönyörű szempillákat csinált, tényleg ez is szépen szétválasztott, dúsított, nem ragasztotta össze a szempillákat, tök mindegy, hogy hány rétegben vittem fel. Most is van belőle egyébként egy tubussal, most is használom, nagyon szeretem, nem masszatolódik. Igazából semmi negatívumot nem tudok mondani ezen a kis egyetlen apróságon, hogy talán kicsit túl hegyes a szilikon keféje, de ezt lehet, hogy csak én voltam béna, de amúgy imádom. Jöjjön három szájra való termék, az egyik az a CarMax Classic tégelyes ajakbalzsama, amit egy időben nagyon szerettem, viszont talán láthatjátok is, hogy nem használtam el teljesen, mert egy idő után valahogy nem tetszett már az ajkaimnak. Fölkentem, és azt éreztem, hogy valahogy olyan nem komfortos érzés, nem jó, kicsit olyan is volt, mintha irritálná, szóval nem tudom, hogy mi történt vele egy idő után, én nem tudom, hogy lejárt a szavatossága, vagy megromlott. Tudom, hogy sokan szeretik egyébként, és mondom, én is szerettem eleinte, de aztán valami megváltozott, és el kell, hogy hagyjalak, ne hagyjuk. Még két ajakra való termék, az egyik az a Clarence-nek az Instant Light Natural Lip Perfector, ez a 0,5-ös árnyalat. Az a helyzet, hogy ezt sem használtam el teljesen, mert hogy egy idő után bebüdösödött. Egyik videómban is írták többen, hogy tisztítsam meg a szivacsot, vagy nem tudom, de tisztítgattam, de egy idő után már tényleg olyan szag volt, hogy nem bírtam elviselni. Szerintem inkább maga a
szájfény romlott meg benne. Ez egyébként egy ilyen színezett ajakápoló, és amúgy nagyon szeretem, mint hogyha feltölteni az ajkakat, így kisimítja a ráncokat, gyönyörű fényt ad, színt is ad, ápol, szóval amúgy nagyon szeretem, csak hát ezt a büdösséget, ezt annyira nem így egy idő után. Illetve ugyanígy jártam a Catrice-nek az egyik szájfényével, úristen, ez nagyon durva. Semmit nem tudok róla, mert semmi nincs már rajta. Ebben is van még, de ennek is iszonyatosan büdös szaga lett egy idő után. Hát nyilván gondolom lejárt a szavatossága. Ezt is kénytelen voltam már kidobni. Van még itt egy Art Deco szemhéjalap, ez a tégelyes, amit egy időben egyébként nagyon szerettem, egészen addig, amíg fel nem fedeztem a Milani-nek a szemhéjalapját, mert hogy az most nekem a top, tehát annál jobb nincs számomra. Ez egy ilyen kicsit fényes szemhéjalap, és amit láthatjátok, nagyon-nagyon sok van benne, és kénytelen vagyok kidobni, mert hogy konkrétan így beszáradt. Amit nem tudom, hogy mi miatt történt meg, mert hogy mindig rá volt tekerve ez a kupak rendesen, meg amikor használtam mindig az ott, hogy gyorsan kikentem egy kicsit a szemhéjamra, és már csavartam is rá, hogy biztosan ne száradjon be, de hát mégis sikerült neki valahogy, úgyhogy sajnos ezt is kénytelen vagyok kidobni, pedig lehet, hogy másnak amúgy oda tudtam volna adni, de hát így, hogy beszáradt, így esélytelen. És végül, de nem utolsó sorban, két alapozót is elhasználtam, az egyik az a L'Oreal Lumimagic alapozó, a C2-es Rose Porcelain árnyalatban. Hát bár úgy tűnik, mintha lenne még benne, de nincsen, mert nem tudok már kipumpálni belőle többet. Nagyon szerettem ezt az alapozót, főleg így most, hogy télen szárazabb lett a bőröm, így nagyon örültem, hogy ez egy olyan alapozó, ami ilyen egészséges ragyogást ad a bőrnek. Olyan jó volt ránézni, nincs maszkhatás, tudjátok, nincs ez a ilyen természetellenes, Isten alapozó van rajta látvány. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis alapozó, nagyon szeretem. A Bourjois Healthy Mix alapozója is egy nagyon hasonló a L'Oreal Lumimagichez, mert ez is ilyen egészséges ragyogást ad. Ebben ilyen gyümölcs kivonat van, olyan egészséges, ragyogó bőrképet ad mindkét alapozó. Tényleg nagyon hasonlóak egyébként, szóval nagyjából ugyanazokat tudom elmondani mindkettőről. Olyan nagyjából közepes fedésük van, nagyon természetes. Most egyébként vannak más alapozóim, úgyhogy egyelőre nem fogok venni belőlük, de szerintem, ha a kettő közül választani kell, akkor a Lumimagic az, ami egy picit talán jobban bevált nekem, mint a Bourjois Healthy Mix. És ezzel el is fogytak az üres flakonjaim, bízom benne, hogy hasznos volt számotokra ez a videó. Igyekeztem azért mindenről legalább egy-két mondatban egy rövid véleményt mondani. Hogyha próbáltatok ti is ezek közül valamit, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek róla. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, és találkozzunk következő alkalommal. Sziasztok!